Ezért a Rubi már nem tudja megkapni na, hát ezt tudtam, a, ezt a becenevet. Köszönöm úgy, szépen. Úgyhogy Kovácsicsit mostantól, tehát azt mondjam, június, május-június környékétől már Lamottának hívjuk. Már nem is hívjuk szegényt a saját nevén. Ő egyébként már a második éve tapossa Nyíregyházán a Tanárképző Egyetemen, főiskolán, azt pontosan nem tudom. De főiskolán. Igen, főiskolán. Úgyhogy ő most nagyon a tanulmányait egy picit megtolja, hogy utána tudjon hozzánk csatlakozni a versenyekre, meg az edzőtáborokra, és egyéni tanrendet kér, de én úgy tudom, hogy ott a tanárok, meg ott a dékán is elég pozitívan állnak hozzá a Ricsihez, és amiben tudják, csak segítik. De hát ő is viszonylag jól tanul, és minden beadandót és minden vizsgán igyekszik ott lenni. Igazán példamutató magatartás. Így van, hogy most az Európa-bajnokság, nem a világbajnokság előtt, ha jól emlékszem, akkor is volt 8 vizsgája, abból 6-ot megcsinált még ugye gyors az edzőtábor előtt, és utána engedték neki, hogy a világverseny után halassza a másik 2-t, és akkor levizsgáztatott abból, úgyhogy... Ez mindig jó hallani, amikor valaki az ökölvívás mellett is, mert valljuk be, hogy az egy profi sportág, ami elsősorban fizikumra épül 38-40 éves kor után már nem nagyon lehet csinálni, akkor jó, az embernek van egy másik szakmája, amiben tud dolgozni. Így van, és egyébként meg mellette, az ökölvívás mellett kell tanulni az embereknek, illetve a srácoknak, mert frissen tartja az agyat, a koncentráló képességet, stb. Ez az agy ugyanolyan, azt szoktam nekik mondani, ugyanolyan, mint az izmot, ha nem használod, akkor elcsofad. Ugyanilyen az agyad is, ha nem használod, akkor eltompulsz. És nem azért lesz valaki, hogy fogalmazzak szépen. Nem, egyébként most csak rácsatlakozom, hogy pont egy kutatást olvastam erről, ez is véletlen a napokban, hogy ezek az agy idegpályák, hogyha nem gyakorod, nem olvasol, nem tanulsz, ahogy te mondod, nem használnak, és mint bármilyen pálya, az ugye nem használódik, és azon, amit általában állni hagysz, az elolvasodik, nem lesz jó. Beszűkül, letompulnak. Igen, azért leszel kevésbé éles. Innentől kezdve a gyorsasága, a reflexe, a koncentráló képessége, minden romlik, és egy... Láttál egy kiváló ökölvívót, kijött a suliból, és 2 év múlva meg be van szürkülve, és nem tud a ringbe mit kezdeni. Épp azért, mert ugye itt az ökölvívásban, ugye benne a ringbe elengedhetetlen a gyors gondolkodás. Na hát az lelassul, és akkor onnantól kezdve az egész esik szét. Nyilván sarkítva teszem fel a kérdést, tehát egy edző, válogatott edzőtáborban gondolt, hogy akkor most itt a 3 menet bunyó utána, a 2 óra Kosztolányi, de hogy viccet félretén, vagy akkor nyilván biztatod a fiúkat, hogy tessék, nem, akár nem, olvasni, tanulni. Edzőtáborban igen, inkább ott az olvasásra, meg hogyha van valami olyan vizsga, vagy olyan dolog, én nem kérem tőlük, hogy most 7-től 8-ig, vagy 6-tól 8-ig kötelező tanulás, nem kérdezem ki őket, nyilván felnőtt versenyzők, nekik ezt tudniuk kell. De valami egy a tájékozottsághoz, az alap intelligenciához azért hozzá tartozik, hogy az ember egy kicsit olvasott legyen, és akkor már a saját sportjában is azért sikeresebb tud lenni. Igen. Közben pedig elkezdődött a 6. mérkőzés, a szegedi Korolyó Iszák Magyarországból, Andrej Csermez ellen lép pályára, Tverinbe. Igen, az André, ugye mi csak Bandinak hívjuk, mert Csemez András, ugye a magyarosított nagyon jól beszél. Hát ugye régi ismerős és egy borzasztó kedves srác, hihetetlen sok mérkőzéssel a háta mögött. Ő volt az egyetlen szlovák srác, aki kvalifikált a világbajnokságra, és borzasztó jó mérkőzéseket vívott. Tehát lehet azt mondani, ő a mérkőzésnek az esélyese. Hogy csak rácsatlakozva a gondolatod, én olvastam egy szlovák újságba, hogy úgy hívják, hogy a szlovák Mohamed Ali, mert hogy sokszor annyira virtuóz és annyira jól mozog a ringben. Így van, bár most nem azt az ökölvívást mutatja, de a Bandi hihetetlen flagmán, letett kézzel és jobbra-balra, az a fa arccal tud olyan ökölvívók ellen olyan jó meccset csinálni, hogy más ugye bunkerboxal kettős fedezib oda megy, a Bandi meg ilyen ugye gyermeki arccal így néz, és akkor aki indulatos ellene, nem tud kontroll tartani, vele hihetetlenül ki tud szúrni. És ezzel a flagma letetkező Mohamed Ali stílusú ökölívással nagyon látványos, nagyon jó meccseket tud vívni. Most egy picit ilyen erőszakosba átment, de ki is, azt gondolom, ezt is meg akarja tanulni, és ki akarja ezt is próbálni.
ugye a szegedi boxoló az Orajöven, annyit tudok, hogy fesztivál kupán volt második, így van, volt pofonparti győztes. Nálunk ugye, nálunk csak Szikinek hívjuk. Sziki? Sziki, igen, mert ugye ezt a Iszák, mert Orovinyát mi nagyon nehezen hát, tudjuk kiejti, kimondani. De hihetetlenül vidám és jó felsrác. És főiskolára jár. Én úgy tudom, hogy idén fejezte be, vagy most fogja befejezni majd a főiskolai tanulmányait, és Budapestre fog jönni, hogy a plusz két évet a mesterképzést megcsináljon. Ő egy fokkal azért tapasztalatlanabb, illetve 69 kilóba volt több mérkőzése. És akkor most látjuk azt, amit az előbb mondtál. Igen. Szlovák fiútól, szlovák-magyar fiútól. Igen, ez a taktikája, hogy az elején felbosszantja az ellenfelét, indulatossá teszi, és utána a hihetetlen megoldásokkal ki tud vele szúrni és átveri. A Harcsa Zoli boxolt ellene az Európa-bajnokságon az éremért. Én ott a Zolit is óvaintettem arra attól, hogy ész nélkül indulatból kezdjen el boxolni. Vele én kértem tőle, hogy inkább egy picit unalmasabb, inkább egy picit egysíkú, de tiszta ökölvívást csináljon, és akkor úgymond kapott ütés nélkül le tudja hozni a meccset, ahogy történt is, és nagyon tiszta, még ha nem is egy ilyen ütés kombinációktól sziporkázó meccsen, de simán hozta a Zoli, pedig nem egy könnyű ellenfél ugye a Bandi, de túl tudott lépni, illetve a világbajnokság előtt a felkészülésnél Kőszegen az Ostrom kupán a téren ott egy ilyen felkészülő kesztyűzést, bár akkor fejvédőben voltak, csináltak, és egy nagyon jó meccset csináltak. Az elején a Bandi élesebb volt, de utána a Zoli összekapta magát, és a második-harmadik menetbe nagyon szépen lelépte, és megmutatta, hogy milyen ökölvívó tudás különbség van kettőjük között, de felkészülésnek tökéletes volt, és én úgy gondolom, most az Iginek is azért egy ilyen óriási lépés, hogy valaki, aki a EB-n a 8-ba tudott kerülni, és a világbajnokságon is egy meccset tudott nyerni, egy ilyen ökölvívó ellen egy ilyen meccset tud csinálni, akkor igenis ő, hogyha tovább folytatja ezt a szorgalmas munkát, akkor neki még lehet keresni valója az ökölvívásban. Persze, és tényleg azt látjuk, hogy egyáltalán két egyenrangú ellenférről van szó az első két menet tapasztalat alapján. Nagyon jó találata volt most az Iginek, úgyhogy a Bandi úgy érzem most nem annyira éles, mint szokott lenni, de ez cseppet sem bánom most ebben a formában. Ebből a szempontból igen, nem vagyok miatt én sem szomorú, hogy nem látom azt, amit beszéltél, azt a fajta virtuózitást. Ugye ő többször a szlovák bajnok egyébként, és a Szlovák Ökölvívó Szövetség vezetőjének a klubjába épp pallérozódott többet így van, magával. Galántán. Így van. Ez egy nagyon sikeres klub volt, hogy egyszerűen négy bajnoki címük is volt egy különböző súlycsoportban. Mindig nagyon jó, és én úgy tudom, hogy a Tomi az ilyen nagy akadémiát is tervez, és már az épületet meg is kapták, és annak a felújítását már el is kezdték. Csak hát ugye az sem megy egyik napról a másikra. Persze. Tehát óriási terveik vannak. Jövőre világversenyt akarnak szervezni. Annyira jó a kapcsolat, hogy ő kérte a Madárral együtt beszélgessünk az Európai Szövetség elnökével, hogy valami közös megállapodást, amikor itt van a Franco Falcinelli, ugye, aki az EUBC-nek az elnöke, akkor beszéljünk vele, mert mi is szeretnénk ugye jövőre vagy egy utánpótlás, vagy egy U22-es Európa-bajnokságot rendezni, és akkor ezt akár mi meg is tudnánk osztani a szlovákunkkal, mert óriási és hihetetlen jó létesítményünk van nekünk ugye Győrbe, az EJOF-nak a helyszíne, a szlovákok is mutattak egy ilyen hatalmas nagy sportkomplexumot. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási erőlelépés lenne az ő és a mi sportdiplomáciai szempontból, hogy két ilyen utánpótlás Európa-bajnokságot tudnánk szervezni, illetve rendezni. És akkor utána gondolom nem titkolt cél és szándék lenne, hogy akkor még feljebb lépve akár egy felnőtt világesemény. Természetesen ez a hosszú távú cél. Az de szép lenne, igen. Úgyhogy nem megy egyik napról a másikra. De hát téglákét haladtok tégben. Sajnos varázspálcánk nekünk sincs, se sportdiplomáciából, se
világklasszis ökölvívókba, de vannak ökölvívóink, vannak tehetséges srácaink, hosszú távú feladatunk ezeknek a olyan szintű és olyan lépésekkel van menedzselése, hogy a 2020-as, illetve a 2024-es olimpiára már egy klasszikus csapattal jutazzunk. Igen, mindenképpen jó lenne, ha Tokióba, hogy a 20-ra úgy érkezne a magyar csapat, hogy érmeket vagy érmet szerezzen. Azt, hogy említetted, hogy most csak így kérdésként felmerült bennem, hogy egy nagy felnőtt világesemény szervezésénél az mindenképpen úgymond egy szükséges feltétel, hogy legyen legalább mondjuk egy kiemelkedő kövívód, vagy nem muszáj, hazai. Viszont ha van, igen, hazai. Tehát hogy van hazai, vagy ha, de ha van, akkor az nagy előnyt jelenthet mondjuk. Az nekünk, mint rendezők szempontjából azért egy nagy előny, hogy egy esélyes ökölvívónak olyan lehetőséget tudunk adni, hogy hazai pályán, hazai körülmények között tudja megmutatni a tudását, és akkor eredmény talán egy fokkal könnyebben, ha nem is könnyebben, de nagyobb motivációval, meg egy nagyobb háttértámogatásra, ugye a hazai közönség ugye. Hát igen, ezt az összes úszók elmondhatta a vizes világbajnokság után, hogy embertelen, csalaci úszók, igen. Tehát az csak egy plusz pozitív saját magunk számára, de mi olyan feltételeket biztosítunk az Európai Szövetségnek, hogy mi tudunk rendezni egy kiváló gálát, az csak nekünk jó, hogyha olyan ökölvívókat, olyan magyar ökölvívókat tudunk betenni. Az nem feltétel egyébként, az csak ami számunkra azért egy fontos és értékes dolog. Meg a magyar szövetség, vagy a magyar nézőknek is azért könnyebben kijönnek azért egy világversenyre, hogyha van magyar, és sokáig tudnak magyar ökölvívóknak drukkolni. Igen, csak ezt tapasztalatban, hogy kint volt szerencsém kint lenni dolgozni mind a vizes világbajnokság, mind a judo VB-n, és hát bárki, csak bemondták, hogy magyar versenyző, függetlenül attól, hogy mekkora esély volt, hát olyan óriási ováció, és mindenki nyilatkoztat, hogy ilyen livabőrös lett, és igen, hát ezt mindenkinek át kell élni, így ahogy te mondod. Át kell élni, ezt nem lehet. Erről beszélgethetünk, de ha valaki nincs ott, akár szurkolóként, akár versenyzőként, vagy edzőként, vagy sportvezetőként, vagy bárhogy, azért ezt ott kellene is átbelülni. Nagyon jól elbeszélgettünk egy csomó mindent. Ezt akartam valami közben végezni. Sajnos szakmáról viszonylag keveset beszélünk, de egy nagyon harcos, nagyon jó bunyót csináltunk. És fél szemet rajta tartva talán, tehát hogy igyekeztünk utolérni a szlovák fiút, de egy kicsit megpörgette főleg a harmadik menetet. Hát igen, azért a Vandi azért uralta ezt a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az történt a ringben, amit ő szeretett volna. Az Iggy mindent kihozott magából, nagyon jó találatai voltak, de ha a szlovák srác akart előre menni, akkor ő előre ment, ha el akart mozogni, akkor elmozgott. És egy borzasztó jó meccset tudtak csinálni. Igen, és ezzel sajnos 4-2-re módosul az állás, amikor már csak két találkozó van. Ezzel szemben kapcsolatban meg is kérdezem, ugye most egy különleges összecsapás, ugyanis 81 kg följebb lépünk, Rozgonyi Áron és Kovács Ádám. Két magyar színnek feltüntetve. Igen, ez azért is került be a programba, ugye egy, hogy egy jó tartalmas program legyen. 81 kilóba ugye a szlovákok csak egy ellenfelet hoztak, bár többet vártunk tőlük, hogy több 81 kilóst hoznak, és ugyanúgy, mint a 91 kilóba, akkor mi viszont itt leboxoltatjuk a srácokat, és akkor nekik is egy plusz tapasztalat, gyűjtés, egy ilyen környezetben, egy ilyen közönség előtt, egy atmoszférában azért. Akkor ez egy ilyen gál.